A háromnaposra tervezett orosz invázió 365. napján vagyunk, tehát egy éves évforduló, van kerek évforduló, és a világpolitika alaposan rágyúrt erre az évfordulóra. Egy hete zajlott le a háromnapos Müncheni Biztonságpolitikai Fórum, amelyen már egyetlen magyar hivatalos személy sem vett részt. És ami ennél fontosabb, hogy az elmúlt napokban a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője is beszédet tartott, érzelmileg és stratégialag előkészítve ezt az évfordulót. Az egyikük Joe Biden, 80 éves, a másikuk Vladimir Putin, 70 éves. Egyikük beszédében sem jött elő a kompromisszum, a tűzszünet, az esetleg is békekötés, témája. Mindkettőnél viszont teljes fronton a konfliktus kiszélesedése és eszkalációja volt a fő csapás irány. Ennek oka több rétegű és több rétű, ami mindkettőjüket összekötti, hogy hajlott koruk, és az a tény, hogy mentális csúcsukat már régen, messze elhagyták. Ennek ellenére jövőre mindketten úgy néz ki, hogy választásra, elnök választásra gyúrnak. Joe Biden 81 évesen valószínűleg megmérkőzik újra a fehérház hivataláért. Putin elnök pedig még nem nyilatkozott, de valószínűleg, hogy indul az elnökségért. Az ő esetében már jobban értjük a motivációkat, hiszen egy egy, egy óriási bukás közepén van, egy stratégiai-katonai bukás közepén próbál viszfölött maradni, és lehetséges, hogy ez az elnökség, ez a folytatandó elnökség számára nem csak a még idősebb korra félretett, pár milliárd dollár megóvása és megőrzése a cél, hanem maga a fizikai léte, vagyis az életének a megőrzése. Tudjuk azt, és Moszkvában is mindenki tudja, hogy egy gigantikus hiba volt, stratégiai, politikai hiba volt az invázió elindítása, ezért egy személyben Putyin a felelős, tehát így már érthető, hogy esetleg gyúr 2024-re. Tehát stratégiai politikaiba elképesztő félreismerése Ukrajnának, Ukrajna morális állapotának, katonaságának ö, ö, morális és, és technológiai felkészültségét tekintve. Elképesztő félreismerése a nyugat adott esetben esetleges reakcióját tekintve magyar, magyarán, hogy pillanatok alatt egy egységbe fort, olyan szintű egységbe, egészen pontosan Washington-London Varsó tengelybe, ami a mai napig megborzongatja még Pekinget is, amely ugye félszemmel állandóan Tajvant figyeli, és, és azokat a, azokat az erő, erőviszonyokat próbálja felmérni, hogy egy esetleges tajvani invázió milyen nyugati ö, reakciót váltana ki. Tehát Oroszország óriási hibát követett el, ö, jelenleg nincsenek nemzetközileg elfogadott határai, mintegy egymillió ember ö, menekült el az országból, 150 ezer katonája ott veszett a frontokon, megrendült az orosz hadseregbe vetett hit, megrendült Putyin, mint, mint előrelátó és stabil mentalitású államférfi bevetett hit, 200 év után megrendült a pafejása Közép-Ázsiában, folyamatosan szorul ki a Dél-Kaukázusból. Dél és egy pillanatra nézzük, nézzük meg, azt a három hatalmat, amely délről szomszédságként újra pozícionálta magát Oroszország ö, mozgása kapcsán. Először is nézzük meg Kínát, amely, mint ahogy említettem, megborzongott attól. Egyrészt, hogy milyen dinamikával felsült az orosz hadsereg, másrészt, hogy amilyen dinamikával összeállt a nyugati egység, katonai egység, ez a mai napig kihat a kínai mozgásra. Nagyon érdekes, hogy ahogy itt beszélgettünk, előtte pár órával, vagyis csütörtök késő este a Derspígel kihoz valószínűleg egy amerikai titkosszolgálati jelentést, mi szerint a színfalak mögött tárgyalások folynak Moszkva és Peking között az irányba, hogy Kína száz drónt, katonai drónt szállítson le Moszkvának. Igen, valóban nem véletlenül kezdtem Biden és Putyin beszédével. A történelmi démonok, az eszkalációs démonok dolgoznak gyakorlatilag Kína ilyen szintű, katonai szállítása már, már, nem csak a harmadik világháború előszelei lennének, hanem valószínűleg már konkrétan belépnénk a harmadik világháborúba, tehát Zelenszki elnöknek ebben igaza lenne. Nagyon érdekes, hogy az orosz, orosz megrendülés kapcsán a másik párja állam, Irán milyen közel került Oroszországhoz, egy nagyon stabil katonai-politikai tengely jött létre az elmúlt 12 hónapban. És fontos kiemelni India és Törökország mozgását, mind a ketten gyakorlatilag egyelő távolságot tartanak Moszkvától és a Nyugattól, tehát stratégiai autonómiát játszanak, ha úgy tetszik, olyan pozíciót vesznek föl, és töredék áron veszik át a orosz nyersanyagokat, és ahogy a legutóbbi török statisztikákból kiderült, a nato Törökország masszív, titkos szállításokat hajt végre Oroszország irányába, amelyről azt se tudjuk, hogy micsoda katonai vagy nem katonai, de gyakorlatilag több, több tízmilliárdos dolláros szállítások. Oroszország tehát érzi azt, hogy vérzik, érzi azt, hogy megrendült, megrendült a nagyhatalmi státusza, a 6400 nukleáris robbanófejen kívül gyakorlatilag semmilyen nincs, egy megrendült gazdaság, egy demográfiai örvény, ezért kétségbeesésében a, a globális dél felé fordul, az elmúlt hetekben Lavrov külügyminiszter egy nagyszabású afrikai körutat tett, a száhelövezetben napról napra erősödik az orosz befolyás. Végezetül térjünk rá Magyarországra, ugyanis azt látjuk az elmúlt évben, hogy a, a magyar rezsim nem adja fel azt a pozícióját, amelyet az elmúlt években a, játszott és fenntartott. Magyarán a, amelyet maga a miniszterelnök nevezett Pávatáncnak, de ugye a leányzó fekvése alapjai van változott meg egy éve, amikor kitört a katonai konfrontáció, és Európa biztonság politikai struktúrája összeomlott. Ebben a helyzetben próbálja még ameddig tudja eljátszani a pávatáncát a magyar miniszterelnök. Ez egyre kevésbé sikerül. Mivel lassan már mindenki tudja, hogy milyen játszmát folytat a jelenlegi, az ötödik Fidesz kormány, talán Rákosi óta a legmoszkovitább magyar kormány, számos olyan tagja van. Legutóbb éppen a héten a Financial Times írt a magyar védelmi miniszterről, aki kinevezésének pillanatában még a Dunakeszi járműjavító cégével. Üzleti kapcsolatban állt egy amerikai szankciós listán lévő orosz céggel, a másik az energiaügyi miniszter lantos csaba, aki a svájci Zug-kantonban egy offshore fedő cégen keresztül dolgozott együtt sötét-orosz cégekkel. Tehát itt egy játszma folyik, egyre veszélyesebb a játszma, egyre nagyobbak a tétek, nem tudjuk, hogy mikor szakad el a cérna, de azt látjuk, hogy gyakorlatilag napról napra nő a feszültség a nyugat és a magyar rezsim között, és még pontosan nem tudjuk, hogy, hogy hova futnak ki ezek, a, ezek, az események napról napra provokálja a hazai rezsim a brüsszeli nyugati partnereket. Ma reggel éppen a Kossuth Rádiós beszédében gyakorlatilag megzsarolta a finn politikai vezetést a magyar miniszterelnök, tehát elképesztő, hogy napról napra nő a politikai feszültség. Visszatérve és zárszóként nem láttunk nem látjuk egyelőre a reális kifutását a kompromisszónak és a béke megállapodásnak. Básták magukat a felek, mind Biden, mind Zelenszky, mind Putyin egyfajta győzelmi narratívába, amelyből nehezen tud kijönni politikailag, és az orosz elnök esetében ez valószínűleg még az életébe is kerülhetne. Eszkalációt látunk, és, 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 gyakorlatilag a borús, borús, esős kilátásokat tudunk mondani itt most egy évvel az orosz invázió kezdete után. Ez volt a hét videója, köszönjük figyelmét, feltétlenül iratkozzon fel a és YouTube csatornára.